Köszöntöm nézőinket! Önök az Egy asztalnál című műsor vendégei e pillanatban. Megszokhatták, hogy az elmúlt években olyan vendégeket hívunk, akikre úgy gondoljuk, hogy jól ismerjük őket, de mégis úgy gondolom, hogy a műsor, a beszélgetés segít abban, hogy még jobban megismerjük vendégeinket. A mai vendégem Tuba László és felesége Ildikó, de talán szerencsésebb, hogy úgy köszöntlek, hogy Atuba Laci, így egybe. És a beszélgetés során, ha szabad, akkor tegeződni fogunk, hiszen ez így történik. Köszöntele benneteket. Örülök, hogy Atuba Lacit el tudtuk ide hívni. És nem csak egyedül, hanem feleségeddel Ildikóval, hiszen az életutatok most már évtizedes, közös életutatok, és úgy gondolom, hogy van miről mesélni mindkettőtöknek. Hogy kezdődött a kis Tuba Laci élete? Hát az én életem elég szomorúan kezdődött, mert amikor születtem, utána apámat elvitték katonának, és sajnos ott is maradt egy észak-urári lágerban. Akkor éppen János házapusztán, a mai Mosonújhelyen volt kertészete. Hát ígéretes jövő előtt áll, de sajnos a háborúban ő elesett, és utána édesanyám kínlódott ott a gyümölcsössel, 4 üvegházzal, 8 volt szántóval, aztán mikor már megiperettem, akkor én is kínlom, úgyhogy mondhatom, hogy nekem ilyen 6 éves korom óta folyamatos munkaviszonyom van, mert kötélteregetéssel kezdődött aratáskor, meg állatokra vigyáztam. Szóval nagyon kemény paraszti munkában nőttem föl. A végén már kaszárni is tudtam, meg cséplésnél már rákoló is voltam, úgyhogy elég masszív szívós gyerek lett belőlem. De hát nem mondhatom azt, hogy rossz élményeim voltak a gyerekkoromról, de mondjuk amikor pápára a tanítóképzőbe kerültem, akkor az első évben elég szerény eredményeim voltak, mert ugye a Jánosházi iskola olyan volt, hogy 4 év alsó és 4 év felső, orosz nem tanultunk, zongorát élőben akkor láttam először a képzőben. Na most ott hát kemény ének, zeneoktatás volt, olyan oroszosokkal, osztálytársaim 4 éve tanultak már oroszul, úgyhogy az első fél évi bizonyítvány az hát a gyenge 4-es rendűre sikerült, és amikor hazamentem, édesanyám megsajnált, és azt mondta, hogy kisfiam, ne tanulj, hát gyere haza, gazdálkodunk, és akkor itt vidáman megélünk. Én ettől úgy megrémültem, hogy év végére 13 jegyet javítottam, és jeles lettem, és attól kezdve végig jeles voltam a képzőben. Hogy nézett ki akkor Mosonújhely, tulajdonképpen nevezhetjük így, ugye? Igen. Mert most ez a neve, akik esetleg nem tudnák, a régi Egyes úton, ha lépvény előtt jobbra néznek, akkor látják ezt a kis házcsoportot tulajdonképpen. Azt mondtad, hogy oda jártál iskolába. Hogy nézett ki akkor az iskola? Mennyien voltatok? Hiszen ott, bocsánat, egy marék ház volt, tehát alig éltek ott emberek. Mégis volt egy iskolára való gyerek. Hát én a 2 tanterem volt, az egyikben a bíró tanítónéni tanította az alsósokat, a másikban a tanítóbácsi a felsősöket. Egyikben volt egy lehajtható oltár, az volt vasárnap a mise színhelye. De például a 8. osztályra emlékszem, amelyikben én jártam, ott 5 fiú volt, a lányok talán 6-an voltak, tehát egy olyan szerény méretű osztály volt ez, és az 5 fiúból 4 Laci volt, és abból 3-an egyetemet végeztünk, úgyhogy... Akkor mégiscsak jók voltak ott az alapok. Igen. A tanítóbácsi keményen fogott bennünket, meg na hát mi is akartunk tanulni. Szóval abból a létből 2 kiút vezetett, a pap, meg a tanítóság legalábbis, én gyerekként ezt láttam, és én 6 éves korom óta pedagógusak, tanító akartam lenni. Említetted, hogy tulajdonképpen egy gazdaságotok volt. Az igen. Minden bizonnyal emberkezet is igényelt, kívánt. Édesanyád egyedül maradt ezzel. Hogy tudtátok ezt ellátni? Nagyon sokat dolgoztunk. Édesanyám igen keményen tudott dolgozni, és hát esetenként, pláne még egy kisebb voltam, bizonyos munkákra segítséget fogadtunk. Aztán, ahogy egyre keményedtek a feltételek, adózás, minden a Rákosi korszak idején,
emlékszem rá, hogy a harmadik disznót azt mindig éjszaka vágtuk, olyan hentest hívtunk, vagy böllért, aki úgy szúrja le, hogy ne visítson sokat. Tehát nagyon kemény élet volt az. Anyám bekényszerült a termelőszövetkezetbe. Én 1956-ban elkerültem pápára, öcsém 2 évvel fiatalabb nálam, ő a Révai gimnáziumba ment, utána egyetemre, magyar filozófia szakra, így aztán édesanyám bekényszerült a TSZ-be, és végül is a 61-ben jöttünk Mosonba, akkor közösen pedagógus kölcsönt kértem én, meg édesanyám a megtakarított pénzével egy házat építettünk a Szarvas utcában, a künepálya, edzőpálya mellett. Azt már tudjuk, hogy te Óvár és Győr között majdhogy nem félúton voltál gyerek. Nem véletlenül említem itt Óváron Győrt. Ildikó, te Győrből származol. Én viszont győri, én Törzsökeres győri vagyok. Ott jártam iskolában, mindent ott, minden iskolámat ott végeztem. Az általános iskolát, a gimnáziumot, végül a főiskolát is ott végeztem. Nekem sokkal jobb sorom volt. Meg is sajnáltam a Lacit, mikor megtudtam, hogy milyen gyerekkora volt, hogy mennyit kellett neki dolgozni, igen. Nekem nagyon szüleim, édesanyám női kalapos volt, édesapám egy autóalkatrészboltot vezetett a belvárosban. Édesanyám kalaposboltjában sokan jártak Óvárról is. Sőt, később megtudtam, a Laci édesanyja is vásárolt ott kalapot. A zenével való kapcsolatom 6 éves koromban kezdődött. A zongora adott volt, mert volt otthon egy pianinónk, és én nagyon szerettem volna megtanulni zongorázni, persze szüleim is szerették volna, hogyha megtanulok. Bocsánat, bárki a családban kapcsolatban volt a zenével? Nem. Mert mondott, hogy volt egy pianinó otthon. Volt egy, azt édesapám azért vette, azt a pianinót, hogy nagyon jó társaság volt, társasági életet éltek, imádtak énekelni, főleg bagyarnótát, és az volt az álma, hogy jaj, majd egyszer a kislánya fog zongorázni, és kísérni fogja őket. És hát ebből kifolyólag vette azt a zongorát, és, de én szerettem, pötyögettem én is, mert hallás után pötyögettem azon a zongorán, de azért igazán szerettem volna megtanulni igazán zongorázni, és édesanyám elvitt egy nagyon jó nevű tanárnőhöz, a Borostyán Magda nénihez, nyárnéni Borostyán Magda, akihez a lakásán fogadott, ott beszéltük meg, és ott döntötte el, vagy megnézte, hogy alkalmas vagyok-e, és alkalmasnak talált, és fölvett a tanítványai közé, de ő nem a zeneiskolába tanított, hanem a zeneművészeti szakközépiskolába, mert ő egyetemet végzett, és azok a már magasabb fokon tanítottak. De elfogadott tanítványának is, én nagyon boldog voltam, hogy oda mehettem zongoraórákra. A szolfésre beirattak a zeneiskolába, a szolfést a zeneiskolába végeztem természetesen. De Magda nénivel nagyon-nagyon jó viszonyom volt. Egy tünemény. Lehet, hogy azért lettem én is utána, hogy imádtam a gyerekeimet, a növendékeimet, mert példaképpen volt, és tőle vettem a mintát. Akkor neked nem volt kérdés tulajdonképpen, hogy pap vagy tanár, nem, hanem egyértelműen a zenei pálya. Egyértelműen a zenei. És Győr ehhez az adottságokkal rendelkezett, hiszen tovább tudtál menni iskolába. És ráadásul, amikor én zeneiskolásként a konziba jártam zongoraórára, ott már a nagyok között, hát kihúztam magam, hogy én ott a nagyok között járhatok, és 8. osztályban, amikor felvételizni kellett a zenegimnáziumba és a konziba, akkor hát ez természetes volt, és nekem nagyon könnyű volt a felvételi, mert ismertek már az ottani tanárok, és simán bejutottam a konziba, és vele együtt a zenegimnáziumba. A konzis órák délelőtt voltak, mint zongora, szolfés, zenetörténet, karének, a közismereti, vagyis a gimnázium órák, meg a Révai gimnáziumba. Réva is tanárok tanítottak akkor. Tehát gyakorlatilag te nem Réva is voltál, de mégis nem. Réva is tanárok tanítottak? A zenegimnázium délután a Révaiba zajlott, de Azóta már konziba van a zenegimnázium, mert kitelepítették a kollégiumot, az volt ott a kollégium, és
azóta, mióta a kollégisták elmentek. Ugyanakkor akkor a közismereti tárgyalokban ez egy eszméletlen előny, hogy Révai. Persze, hát az nagyon jó volt, hogy a Révaiba jártam, hát a Révai István. Egész más volt a színvonal. Bocsánat, nem akarom leszólni, mert a Zene gimnáziumban is jó volt, csak ott azért nem volt ekkora követelmény. De a Révai tanárok ugyanúgy követeltek, mintha Révai is diákok lettünk volna. Fiatal voltál, nagyon fiatal voltál, zongorázni tanultál. Győr. Győr mindig is nyilvánvalóan lényegesen nagyobb volt Óvárnál, a kulturális élete is jelentős volt. Egy fiatal zongorát tanuló lánynak mit jelent egy Győr kultúrája akkor? Hát csodálatos volt, hogy nagyon sok mindenhova mehettünk. Ott volt a színház, színház bérletünk volt. Soha nem felejtem el, a Csűrös Karolával akkor láttam, ott játszott Győrbe a Bástya utca 77. Például ez volt, ez egy ilyen esemény volt. Akkor hangversenyekre jártunk, sőt, bérletünk volt az operába. Vasárnaponként ilyen matinészerű előadásokat láttunk, szóval nagyon pezsgett a zenei és a kulturális élet. És meg táncolni is jártatok szerintem. Táncolni is. Táncolni is jártunk, igen. Igen. Ez talán része volt az akkori időnek. De én imádtam, hát nagyon szerettem táncolni. Szerettem? Még most is szeretsz. Most is szeretem. Most is szeretem. Csak már egy kicsit langzám, lassabban táncolunk. Akkor viszont egyenes út vezetett nyilvánvalóan a zenei pályára. De térjünk egy picit vissza Lacihoz. Pápa. Miért pápa? Hiszen itt egy minta, itt egy nagyváros, itt van Győr, és te mégis pápa. Ott volt legközelebb olyan tanítóképző, ahol a fiúkat fogadtak még. Sopronban megszűnt a tanítóképző, Győrben már csak egy lányosztály volt. Ez még a régi típusú tanítóképző volt, amelyikben 8. után lehetett jelentkezni. 4 év után érettségi volt, de mi közben azért tanultunk ilyet, hogy logika, pedagógia, módszer, lélektan, neveléstörténet, tehát ilyen pedagógiai tárgyakat is. Mi érettségi után kikerültünk egy év gyakorló évre, ahol teljes gőzzel tanítottunk, önálló osztályban. Visszamentünk, néhány tárgyból illetve képesítővizsgát tettünk. Akkor kaptam meg 1961-ben a tanítói oklevelemet, és attól kezdve kinevezett tanító voltam. Hát pápára így elég kemény felvételi volt, ahogy emlékszem, 130-an jelentkeztünk egy 25 fős osztályba. Testnevelésből, magyarból, zenéből volt felvételi. Hát úgy izgultunk, hogy kinek sikerül bejutni. Én utólag megtudtam, hogy a dolgozatom, hogy miért akarok tanító lenni emiatt. Ez tetszett meg nagyon a Fraknói Vili bácsinak, a tanáromnak. És oda kell, hát kemény évek voltak, nem csak azért, mert kollégista voltam, és 56-ban ugye jött a forradalom, nem jöhettünk. Én azt terveztem, hogy karácsonyig nem is jövök haza, hát nem volt olyan egyszerű utazni, mint most. De hát neki indultunk a 56. november elején haza felé vezető útnak, el is kaptak az orosz katonák bennünket, de szerencsére normálisak voltak, elengedtek bennünket, úgyhogy ilyen kalandos úton hazajutottam Jánosházára. És végül nagy bánatomra 59-ben megszűnt a pápai tanítóképző, de addigra már a győri lányokat elhozták hozzá, meg mi is mentünk Győrbe, hogy közös énekkari számot gyakoroljunk be, ahol is megnyílik majd a felsőfokú tanítóképző. Mi régi képzősökként oda jártunk, de már a felsőfokú tanítóképzősök érettségi után jöttek oda. Akkor, amikor az ember végez a középiskoláival, akkor szóba kerül a katonaság is. Nekem nagy szerencsém volt, hát először is 18 éves és 2 hónapos voltam, amikor második osztályt kaptam a Győr-Sövényházi általános iskolába, ahol 4 évig tanítottam. Ott megismerkedtem az első feleségemmel, és eljöttünk Moson-Magyaróvárra, ahol édesanyámmal közösen a házunk volt. Én ott a 2. iskolába kerültem. Akkoriban nagyon kevés, illetve szakképzett pedagógus volt kevés, és
ragaszkodtak hozzá. Képesítés nélküli pedagógusok végezgettek levelezőn, hogy lehessen a kellő létszámot biztosítani, így aztán a mindenkori munkáltatóim, azok kiárták a pártbizottságon, meg a katonaságnál, de végül csak elkaptak 3 hónapra, szóval mielőtt a végső... Három hónapra? 3 hónapra, de arról annyit tudok mesélni, mint a 2 világháborút megjártam volna. Zalaegerszegen voltam gyalogezredben, hadosztálytörzs is volt ott, és aztán hát onnan már az utolsó 2 hét az nagyon elegáns volt, mert akkor Budapestre vittek bennünket, paplanos ágyba alhattunk, és az alezredes is visszaköszönt, tehát ott akkor a honvédelmi nevelésre képeztek ki bennünket, hogy ezt hogy kell csinálni. Visszajöttem Mosonmagyaróvárra tanítani a 2. iskolába, és közben én már levelezőn végeztem az 5-ösön a magyar könyvtár szakot, ami nekem 6 év volt, mivel levelezőn végeztem, és 1966-ban átnyergeltem, a járási könyvtár megbízott igazgatója lettem, akkor lettem kinevezett, amikor elvégeztem az egyetemet. Az egyetemen lettem először kitűnő, mert ott nem volt rajz. Mielőtt a könyvtárhoz érnénk, azért egy picit térjünk vissza az iskolához. Én annak idején az 1-esbe, akkori nevén Kapu Lajos általános iskolába jártam, de érdekes módon mi azt fiúiskolának hívtuk, miközben lányosztálytársaim voltak. És azt az iskolát, amiről te beszélsz, tehát a Bolyai mostani másik épületét, azt meg valamiért lányiskolának vagy polgárinak hívtuk még akkor is, miközben oda is már lányok is jártak. A tanári karról néhány szót említenél, munkatársaidról, kolléganőidről, kollégáidról, hiszen nagyon-nagyon ismert és jó tanárok voltak ott az időben. Kiváló tanítói kar, tanári kar volt ott. Hát, akiket név szerint is szeretnék emlegetni, ugye én, mivel magyar tanítottam, Wendler Olga volt, aki magyar tanította, Betlenfalvi Klári néni, aki egy kiváló úriasszony volt mellette, Hollósi László, aki főiskolai adjunktus is volt, úgy tudom, és ő földrajzot tanított, de említhetném jó szívvel Golovicernét, aki nőlétére, már bocsánat, hogy ezt mondom, de egy kiváló férfias igazgató volt. Én nekem nagyon jó emlékeim vannak róla. Nem volt egyszerű ott tanítani, mert az egyik osztályban, ha jól emlékszem, az 5. A-ban 43-an voltak, a B-ben meg 45-en, és abból voltak köztük kemény csibészek is, akik ott igyekeztek. Jól emlékszem el, hogy azért nagyon kedvenc tanárom és későbbi osztályfőnököm Karsainé Klári néni is tanított veled? Nem tanított, sajnálom, hogy nem tanított velem a Klári, de én az ő székét örököltem meg, és nekem mindig furcsa volt. Tehát ott tanított, csak nem egy időben volt. Ott tanított, én az ő helyére kerültem. És a Wendler Olga, meg a Klári néni, meg ott többen mondták, hogy úgy ülj gyerek azon a széken, hogy ott a Karsai néni ült előtted. És már én kezdtem furcsálni, hogy ki lehet az a Karsai néni, hogy ilyen nagy respektje van. Hát megtudtam. És jó barátságba is kerültünk a Klárival. Végtelen, szellemes, nagy tudású és jó humorú ember volt. Nagyot változott az idő és a sors, hiszen a tanítóból, a tanárból a könyvtáros lett. Itt fogjuk veled folytatni, de Ildi közben zenei pályán tovább. Én még zenei pályán mentem tovább, igen, de még azt meg kell említeni, hogy ez még a szakiskolábbi időszakban volt, hogy imádtam az énekkart, nagyon szerettem, kötelező is volt különben, nagyon szerettem kórusra járni. Egy fogalom volt a női leánykar, a győri női lánykar, vagy Győri Lánykar volt a neve pontosan, igen, Győri, azt hiszem, Lánykar. Győri Lánykar. Igen, ez egy fogalom volt, Szabó Miklós vezetésével országos hírű volt, és nagyon sokat vitt bennünket a tanár úr szerepelni, külföldön is szerepeltünk, de minden évben május végén egy nagy sikerű koncertet adtunk a Zeneakadémián. És egyik alkalommal Kodály műveket énekeltünk, és Kodály tanár úr is ott volt
a nézőtéren, és a koncert végén feljött a színpadra, és gratulált a zenekar, a kórusnak, és mivel növésem miatt az első sorban a legszélén álltam, én kaptam tőle homlokon csókot. És hát akár a múzsától kaphat. Akár a múzsától, pontosan utána szekáltak is a kórus társaim, remélem egy hétig nem mosakszol, nem mosol arcot. Na, 64-ben érettségiztem, és utána felvételit nyertem a Zeneművészeti Főiskola zongora szolfés szakára. Amit hát sikeresen elvégeztem, de közben a főiskolai évem alatt Németh Gusztáv, aki a Konzinak volt igazgatója, igen, de előtte itt igazgató, igen, itt volt, 64-ig itt volt igazgató, megkért, hogy vállaljam el Óváron a zongora tanári óraadóként jöjjek ki. Bocsánat, tanítani. Az természetes volt, hogy aki még tanulja, az időközben tanítja is? Taníthat is, igen. Taníthat aki is? Igen, főiskolán volt ilyen lehetőség, hogy hát gyakornokként, hogy nagyon hasznos, hogyha elmehetnek tanítani, de az, de szombaton, ugye a szombaton napokat használtuk erre, és én nagyon örültem, hogy belecsöppentem, kijöttem Óvára, és egy tüneményes kis tanári karba csöppentem, és olyan annyira kedvesen fogadtak, hogy akkor én elhatároztam, hogy a diploma befejezése után ide szeretnék visszajönni tanítani. Ha jól tudom, akkor Guszi bácsi után akkor már Gászbi Lottó volt itt az igazgató. Nem, először még a Bence, Fehérvári Bence, igen, volt egy ideig, és utána lett az Otto. Még amikor én ide kerültem, a diploma után akkor még a Bence volt. Igen, akkor még a Bence, és utána lett az Otto az igazgató. Abban az időben, ugye ma az ember azt mondja, hogy a zeneiskola, akkor itt a szomszédos, vagy ez az épülettel egybeépült intézményre gondol. Abban az időben viszont a Mosonmagyaróvári Zeneiskola szét volt szórva tulajdonképpen. Persze, nem csak ott volt. A Mosonmagyaróvári Zeneiskola az Mosoni posta épületébe. Tehát a Mosoni részlegnél. A Mosoni posta épületében. Tehát akkor már csak ott volt. Akkor már csak ott volt, igen. Mert előtte ugyan voltam, de hogyha elolvassuk a könyvet, ezt a... Igen. Akkor derült ki, hogy viszont Óváron is volt már, de aztán abból munkacsoport lett. Igen, ez a későbbi Széchenyi étterem kisterme volt, de ott egy munkaközösség tanított tulajdonképpen. Gyanánt működött de már korábban akkor, több, igen, több helyen de volt több helyen, elhelyezve. Igen, igen, de én amikor jöttem, én úgy tudtam, hogy csak Mosonban működik a postaépület. Tehát te már csak ott én már csak ott, igen. És hát sikerült is ide jönnöm, ide neveztek ki. Jó pár főiskolai évfolyamtársammal együtt. Egy nagyon fiatal gárda jött, legalább 3-4 tanár jött ide akkor a főiskoláról, és nagy lelkesedéssel kezdtünk tanítani, bekapcsolódtunk a város zenei életébe, és hát nagyon élveztük a kezdő tanítást. De ugye először utazó tanárok voltunk, minden Győrből jártunk ki egy pár évig, és nagyon jó. Az se volt rossz, mert a vonaton, hát nekünk olyan jó társaságunk volt. Volt ott a könyvtáros, volt egyetemi laboráns, bolti eladó, minden, szóval nagyon jó társaság verődött össze. A kalauzok már messziről ismertek bennünket. Most itt el kell mesélnem egy sztorit, hogy a tanítás után mindig gyakoroltunk. Sokat gyakoroltunk a kollégáimmal, kamaráztunk főleg, azt nagyon élveztük, és innen mentünk az esti vonatra. Hát persze, mindig az utolsó pillanatban értünk ki a 840-es vonatra. És egyik téli időszak volt, ronda idő volt, olyan pocsolyák voltak, és na, kerülgettük ki a pocsolyákat, hogy mi, Atya Isten, bent áll a vonat, rohanás, mi lesz. De hát meg a kalauz ott állt, és így föltartotta a kezét, és addig nem mondtam, hát csak nem indítom el addig a vonatot, amíg a zenetanárok nem érnek ide. Úgyhogy ilyen hírünk volt, hogy a vasutasok is ismertek már bennünket, hogy... Meddig jártál, meddig volt a bejáró tanár?
1970-ig, 67-ben, nem sokáig, 3-4 évig jártam, mert 70-ben szerencsére tudtam venni egy kedvező áron egy lakást, közel a zeneiskolához, a Künegyár mellett a Radnóti utcába. Ott ilyen egyemeletes társasházak voltak, igen. És akkor már nekem sokkal jobb volt, több mindent tudtam csinálni, vagy nem kellett utazni, és sőt, én nem csak zongorát és szolfist tanítottam, hanem hetente egyszer kijártam Fekete-Erdőre. Zenét tanítani? Kórust vezetni. Kórust. Aranyos kis idős paraszt, bácsikák, nénikék, akik a napi munka után örömmel jöttek énekelni. Ezt nagyon élvezték, és én is ezt örököltem a Bencétől, Fehérvári Bencétől, mert ő közbe elment, és azt mondta, hogy hát csináld már, hát már itt laksz, akkor tudod csinálni. És nagy örömmel csináltam, és nagyon élvezték az éneklést a kisöregek, és többször ilyen falunapon, Fekete-Erdőn, Dunakilitin, még elő is adtuk a... Közben változott az életed is, mert hogy férhez is mentél. Közben, igen, férhez mentem, és gyerekeink is lettek, egy lány és egy fiú, Judit. Judit lányom folytató zenei pályára ment, és nagy szolfista, hegedű tanári... Itt az évkönyvben ő benne van. Benne van, igen, mert egy évet tanított. Egy évet segített itt tanítani, kisegítő volt, és de sajnál, legnagyobb sajnálatomra nem folytatta a zenetanárit, elvégezte ugyan, de nem tanított csak egy évet. Mit csinál manapság? Más pályára ment, szállítmányozási cégnél van, és ezt imádja csinálni, és ott nagyon jól bedolgozta magát, és azaz egy munkahelye van, azóta is ezt csinálja. De a zenét szereti. De a zenét szereti azért. Igen. Budapesten élnek, két kislányuk van, már nagyok. A Nóri most megy gimnáziumba, igen, most felvételizett, és a kisebbik meg hatodikas. Egy fiad is született. Az András fiam pedig ide járt a Kossuthba, itt érettségizett, és utána mindjárt Angliába ment, Cambridge-i egyetemre felvételizett, ott azt végezte, és ott is maradt, tehát 18 éves korától ő már nem is jött haza, csak látogatóba. Ott maradt, és a Cambridge-i egyetemen elméleti matematikus, közben megcsinálta a PhD-t, és boldogan él ott, nagyon-nagyon szeret, kutat is, és fiú. Ja, és a megnősült, és két fiú van, a nagyobbik már érettségizik, a kisebbik még, hát még kicsi másodikas általános iskolás. Hamarosan visszatérünk még a zeneiskolára, mert időközben ugye megnyílt ez a zeneiskola is, te pedig helyettes vezető lettél. Igen. De vissza Lacihoz, mert hogy nagy változott az életed az iskolából el, és a könyvtárba be. Akik nem tudják, azonnak el kell mondanunk, hogy ez a bizonyos könyvtár, járási könyvtár, jól tudom, járási. Ez a Magyar utcán volt, bocsánat, így mondom, a nézőink fogják tudni, a Kisbandi féle házba, ahol a kis főorvosék laktak, annak az alsó részébe, a mostani Lottozó mellett tulajdonképpen kettővel. Így hogy nézett ki akkor most a Magyaróvár könyvtár helyzete? Hát a járási könyvtár három helyiségből állt. Ahogy már úgyis csoda, ott amilyen körülmények voltak, több évi hányódás után került oda ez a, ha jól tudom, egy gyógyszertár helyére. Az első része az utcáról nem volt a kölcsönző és az olvasótermi helyiség, ebben a Halásztóni bácsi volt a könyvtáros, az úr, aztán volt egy raktár, meg egy iroda, az irodában pedig két és felen voltunk, én, mint igazgató, volt egy módszertanos, és félállásban akkor volt ott a Nádi Marika. Hát innen kezdődött az én könyvtár ügyem, ami aztán
folytatódott azzal, hogy ott életveszélyes lett az épület, el kellett költöznünk, és akkor a járási kultúrház fogadott bevőnünket, könyveinket meg a piarista kápolnában, meg az araki iskolában helyeztük el, és egészen addig, amíg a járási kultúrházban egy 460 négyzetméteres helyet nem biztosítottak nekünk, hát az már mennyország volt a Magyar utcához képest, ahol kezdetben még vécése volt. Ott azért, és hát többen is lettünk, szaporodott az olvasók létszáma is. Városi járási könyvtár lett akkor már, egyesültünk a városi könyvtárral, aminek Mosonban volt egy fiók, és volt egy gyerekkönyvtárral, későbbi tízes iskolában. Gyakorlatilag a piarista kápolna helyén volt. Piarista kápolna helyén, és hát ugye hozzánk tartozott a járás is, gondoztuk a falusi könyvtárakat, amennyire lehetett, tehát segítettük a működésüket. Na, innen kerültünk a járási kultúrházba, onnan pedig 1984-ben ide, már ahol beszéltünk. A járási abban az időben igaz, hogy befogadott benneteket, de önmaga az épület sem volt igazán jó állapotban, hiszen a nagyterem akkor talán már nem is volt használható. Azt kaptuk meg. Azt kaptátok meg. Igen. Később viszont a járási teljes működését is rád bízták. Hogy volt ez? Hát úgy volt, hogy a Kárpáti Gábor igazgató nyugdíjba ment, itt pedig folyt már az új épületnek az építése, fölhúzása, és akkor a művelődési osztály úgy döntött, hogy addig, amíg itt ki nem alakul az intézmények kerete, addig én leszek a kultúrház igazgatója is, meg a könyvtár is. Hát mondjam azt, hogy nyakamba szakadt ennek a nagy épületnek a beruházása, na nem hivatalos vagy hivatásos beruházóként, de végül is a könyvtárnak meg a kultúrháznak az érdekeit nekem kellett képviselni. Hát a zeneiskola képviselte magáit, elég harcosan képviselhettem, mert a könyvtár akkorára sikerült, olyan léptékű városi könyvtár lett, hogy a megyei könyvtárak közül is csak 7-nek volt szebb és nagyobb épülete, mint nekünk, erre a csodájára jártak. Ezt most szép szóval úgy mondják, hogy lobbista, ugye? Ki lobbista? Ki? Ez azt jelenti, és most ezt mondjuk el a nézők előtt, hogy neked köszönhetjük, és mondjuk nyugodtan szerénység nélkül, hogy ekkora könyvtárunk van manapság? Is. Igen. Köszönhető az akkori városi vezető Adorján Jóskának név szerint, és érdekes módon a Hammerschmidt János, aki akkor már tudta, hogy ide ő ide fog kerülni, volt egy közben, erről nem tudott a János, volt egy olyan variáció is, hogy engem akartak kinevezni csúcsigazgatónak. Zeneiskola, könyvtár, művelődési ház. Teljes. Teljes. Mondták, hogy egy műszaki stáb van, és egy épület. Hát én mondtam akkor a főnökeimnek, hogy én könyvtáros szeretnék maradni, és igazgatóként is mindig ragaszkodtam a könyvtárosi szakmai munkához, nem vállalom. És akkor utána a János, a Hammerschmidt János, de ő csak akkor jött már ide, amikor ezt hivatalosan átadták. Addig, de ő is segített abban, hogy azért, már úgy kezdődött a beruházás, hát akkoriban gondolom nem csak itt volt, hogy 170 millió forintra tervezték az épületet, és 140 millió vagy 130 millió volt rá. Na most akkor azt mondta a tervező, hogy hát levágjuk a könyvtár egyharmadát, és akkor a pénzünknél vagyunk. Mondtam, hogy nem. Addig-addig sikerült verekedni, amíg a raster közöket, ezek ilyen műszaki közök az építményben, arányosan kisebbek lettek a zeneiskola, a kultúrház és a könyvtár területét arányosan csökkentették, hogy beleférjünk a költségekbe. Ezzel együtt azt mondod, hogy példaértékű volt ez az intézmény méretébe és felszereltségébe, hogy megyei könyvtárak se voltak ilyen szinten, mint az itteni városi könyvtár. Igen. A működési körülményeket illetően, aztán mikor ide költöztünk, a létszámot is több mint duplájára növelhettük, és ami külön örömöm volt, azt is ki tudtam járni akkor, hogy a mosoni fiók könyvtárat is felújították, az itt nem messze működő, tizemeletes aljában működő fiók könyvtár pedig nagyjából kisebb területre, ugyan, de helyünkre költözhetett a bíróság mellé, a járási kultúrházba.
így óvár, könyvtár, ugye, hát mint ugye akkoriban minden három posta volt, egy óváron, egy mosóban, egy, ebből is három könyvtár volt. Tudnélik, az akkori könyvtári normák arról szóltak, hogy akkor mennek el az emberek könyvtárba, ha 1 kilométeren belül találnak könyvtárat. Na most ma ezt bizony nehéz. Közkönyvtárat, ahova mindenki beiratkozhat. Hát Moson-Magyaróvár mai méreteit, tudom, hogy azóta változott az élet, de bizony egy kisgyereknek vagy egy nyugdíjasnak a Künegyár környékéről, vagy a Majorok végéről idejönni, az gondotok hozzá. Tehát el kellene találni. Ezzel együtt azt hiszem, ma se panaszkodhatnak a későbbi kollégáid. Azt mondtad, hogy fölbővítetted a létszámot. Honnan tudtál gárdát szerezni magadnak? Akkoriban, meg később is, nagyon jó viszonyban voltam én a szombathelyi főiskolával, ahogy könyvtárosokat képeztek, és azért említettem előbb is a duális képzést, akkor is az volt a szokás, hogy a főiskolai harmadik éveseket, mielőtt államvizsgáznak, negyediket elvégzik, kiküldték járási, városi, megyei könyvtárakba gyakorolni nyáron, ilyen 3 hetes gyakorlatokra. Én mindig azt kértem az ottani tanszéktől, hogy ilyen értelmesebb gyereket küldjetek 3-at, 4-et, és akik jól érezték magukat, megtaláltuk a hangot, láttam rajtuk, hogy van bennük fantázia, mondtam neki, hogy te itt épül egy szép könyvtár, hogyha végzel, akkor gyere ide. És ezzel sikerült meggyőzni őket? Sikerült meggyőzni őket. 5 olyan munkatárs jött akkor, matematika könyvtárszakos, történelem könyvtárszakos, magyar könyvtárszakos, úgyhogy nem volt gondom. Említesz itt szívesen neveket? Szívesen Iváncsics Etelkát, akkor a Marton Katit, ő volt a matematikus, Kicenkó Maja, ő magyar könyvtárszakos volt, úgyhogy jó gárdát sikerült kialakítani. Jó gárdát sikerült. Meg is adtátok a módját, és nagyon jól kezdtetek működni, hiszen itt előttünk van egy emlékkönyv, amiből majd szeretnénk azért ízelítőként képeket mutatni. Néhány nevet, hogy kit tudtatok megnyerni vendégként a könyvtárba. Én a könyvtárosi pályám egyik ajándékának tekintem, hogy írókat hívhatta meg író-olvasó találkozóra. Akkoriban nagy divatja volt ennek, Szabó Pál és a személyes ismerősöm lehetett, Féja Géza, Moldova György, Kormos István, Nagy László, Juhász Ferenc, olyan Galgóczi Erzsébet, Cseres Tibor, olyan költészet napját tudtunk például rendezni, hogy Juhász Ferenc mondta a bevezetőt, és 2 éren járó színész mondott versek, vagy Nagy László, Kormos István vezette be, és a Galkó Balázs, meg még egy hölgy, egy színésznő mondott verseket. Tehát ezek nagyon színvonalas rendezvények voltak, és hát mondom, olyannal, mint a Moldova, például Szilvási Lajos barátságba kerültünk, és ők mindig szívesen eljöttek. Lehet, hogy neked köszönhetjük, hogy Moldova focizni is ide járt az MTL pályára? Ide járt a Moldova. Igen, volt olyan, hogy ünnepi könyvhéten hol az Írószövetség csapatával jött el, de ha jól emlékszem, akkor neked is vannak erről személyes élményeid. Igen. Tehát az Írószövetség csapatával eljött az óvári öreg fiúk ellen játszottak. Én már nem emlékszem, hogy ki győzött, azt tudom, hogy nagy különbség nem volt a valószínű, hogy megruházták. Buli meccs volt. Buli meccs volt. De mindenki jól érezte magát. Közben meg 3 író ott a pálya szélén dedikált, megvették a könyveket. Tehát egy nagyon, de nem csak író-olvasó találkozók voltak a könyvtárban. Egy időben működtettünk a rendszerváltás előtt 3 évvel egy úgynevezett História Klubot, és fiatal történészeket hívtunk ide, akik már az akkor nem ezt a marxista történelmet képviseltek, hanem friss szemléletűek voltak. Nagyon, a nagy különös szervezés nélkül már 70-80-an jöttek erre. Emlékszem rá, hogy 88-ban talán a Bihari Mihályt kirúgták a pártból, meghívtam, és
Azelőtt 300 meghívót küldtünk ki, 80-an jöttek el, akkor 120 meghívót küldtünk ki, és az ablakokban is ültek olyan, akkor már a levegőben volt a rendszerváltás. De mondjuk a könyvtárunknak, mivel sokan kíváncsiak voltak rá, voltak ilyen előkelő hivatalos látogatói és kínai nagykövet, Pozsga Imre, aki avatta is, 84-ben. Köpeci Béla, ő akkor volt művelődésügyi miniszter, és hát nagyon sok kolléga az ország minden részéből eljöttek kicsit megcsodálni a jövőt. Nem csak ezt a munkádat, hanem a későbbi pályafutási eredményeidet is díjazták. Ebben az időben már, mint könyvtáros is kaptál olyan feladatot, hogy más könyvtárakba segítesz, ellenőrzöl, tanácsot adsz. Jártad már az országot könyvtárvezetőként is? Oktatóként igen, is? Tanárként igen. is? Hát én 35 évig tanítottam a középfokú könyvtárosi tanfolyamon, aztán 20-valahány évig tanítottam felnőtteket, végül meg a Győri Egyetemen is retorikát. Szóval azért a pedagógus az mindig bennem volt, bennem maradt. Felügyelő voltam a minisztérium megbízott egy-egy megye városi könyvtárainak a felügyeletével, meg hát a munkásságomért 1980-ban, ha jól emlékszem, akkor megkaptam a legmagasabb könyvtárosi szakmai elismerést, ez a Szabó Ervin emlékérem volt, és hát ilyen módon részt vettem országos programokban. Az Országos Könyvtárügyi Tanácsnak voltam évekig a tagja. Hát ott én voltam a szürke gyerek, mert a községi és a városi járási könyvtárakat én képviseltem egyedül, milyen egyetemi könyvtárak, meg nagy szakkönyvtárak főigazgatói voltak ott mellettem. Ez a miniszternek volt a tanácsadó szerve, hát időnként nagy szájjal mondtuk azért a magunkét, de hát elviselték, tűrték. Hamarosan veled elindulunk majd Győrbe az életutat során. Ildi viszont ugye itt ragadt Óváron. Ugye? Egyik oldalon egy igazgató, a másik oldalon időközben egy igazgató helyettes, hiszen igazgató helyettes lettél a zeneiskolában. 1974-ben lettem igazgató helyettes, amikor Németh Gusztiék beköltöztek Győrbe. A Julika volt, felesége volt itt az igazgató helyettes, és mivel beköltöztek, a Geisbild Otto engem választott, vagy engem kért fel, hogy igazgató helyettes legyek. Amit nagyon szerettem, nagyon élveztem ezt a munkát. Én nagyon szerettem háttérben maradni, gazdasági munkát csinálni. Ráadásul akkor önálló intézmény volt a zeneiskola, akkor még nem vitte el a GESZ vagy a GAMESZ. Önállóan gazdálkodtunk, és az akkori gazdaságisom, az akkori Videman Lászlóné, azóta is együtt dolgoztunk, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, és most is nagyon jó viszonyban vagyunk, azóta is barátnőm. Tulajdonképpen itt ilyen kicsit első volt az egyenlők között, hiszen tanítottál is? Tanítottam, igen, tehát délelőtt, na ezt akartam mondani, hogy délelőtt az adminisztrációs munkát csináltam, délután pedig tanítottam, de hát alig vártam, mert imádtam tanítani, és nagyon-nagyon jó kapcsolatom volt a gyerekekkel, és nagyon szerettünk például a gyerekekkel négykezesezni, aztán versenyre felkészíteni őket. Mert ugye a zeneiskola cél, vagy a mi hivatásunk az, hogy zenét szerető, zenét kedvelő hangversenylátogató közönséget igen. neveljünk, de mellette a tehetséggondozás az nagyon fontos, az arra alkalmas gyerekeket zenei pályára irányítani. Lacitól kérdeztem neveket, tőled is hadd kérdezzek. Van, tudsz olyat mondani, aki tanítványod volt, vagy később kollégád lett? Igen, sokat tudok mondani, aki zene, de most nem tudom, megengedett, hogy elmondjam, azokat is, akikből zenepedagógusok és művészek lettek. Főleg. Vagy főleg művészek lettek.
de talán egy ilyen időrendi sorrendben, igen, mert ahogy az én életemben volt, először az Angermayer Tünde ment zenei pályára, aztán jött a Persa Katalin Lados Lilla páros, őket készítettem föl és vittem felvételizni, aztán utána jött Bükki Attila, igen, akit közben a 6 éves zeneiskolai zongora tanulás mellett azzal mentünk felvételizni, de megfertőzte a ütőhangszer. Ütőhangszer szerelmese lett, és Várai Laci, ugye, hála Isten, én mondtam, hogy hála Isten, hogy megfertőzte, mert nagyon jól járt vele az iskola is, és gyönyörű, csodálatos csoportot ütő. Őrzöl egy felvételt, és köszönöm, hogy ezt megnézhettem, ahol a Bükki Attilával együtt Ahol vettem. Együtt játszunk Bükki Attilával. Akkor a másik, amikből művész lett, és nagyon büszke vagyok, Wideman Bernadett, aki hát zongorából nem jeleskedett annyira, de nagyon szeretett volna a zenei pályára menni. Volt vendégünk az újévi koncerten testvérével együtt. Igen, és őt, hát ha nem zongorából, Betty, próbáljuk meg énekkel felvételizni, hiszen te megnyerted az általános iskolába az énekversenyeket. Hát elmentünk énekből felvételizni, én kísértem, és azonnal felfedezték a csodálatos hangját, nagy orgánummal, mezoszoprán, hát ami énekeseknél ritkaság, aki mezoszoprán, általában mindenki koloratúr szoprán. És azonnal felvették, és jelenleg a Magyar Állami Operaház Liszt-díjas magánénekese. És az Európai Uniós csatlakozásnál, azon a hatalmas színpadon a Hősök terén ő énekelt. Igen, ő énekelt, aztán Győrbe is énekelt, szóval nagyon sok nagyon helyen, igen, ide is. Na most, a Bükki Bence, vagy a Bükki, mindig Bencét mondok, a kisfiát, szörnyű. Mindannyian Attila, keverjük, és azt mondom, hogy ez megbocsátható. Az Attila meg a Bence, mert csak azért mondom a kronológiai sorrendet, igen, hogy körülbelül tudjam utána, hogy kik voltak. Jött a Nagy Kriszti Felsman Adri duó. Aki később szintén munkatársad lett, a Kriszti. Igen. Ja, a Pusztai Kinga, bocsánat, a Bükki Attila és a Wideman Bernadett után Pusztai Kinga, mert olyan időrendi sorrendet akarok tartani. Igen. Pusztai Kingával felvételiztem, de ő aztán a szolfés vonalon ment tovább, úgyhogy szolfés vonalra tanárként jött vissza. És a Nagy Kriszti és Felsman Adri. És nem utolsó sorba, akit nagyon imádtam, a Domsi Géza. Domsi Gézával ő a Zeneművészeti Egyetem debreceni tagozatán végzett, de aztán sikerült Győrbe kerülni neki tanítani, és a zeneiskola kiváló zongoratanára. Na most, akik viszont ide... Ő is volt Sattler-díjas, mert vendégünk volt újévi koncerten. És aki viszont itt folytatta a tanári pályát, az a Bükki Attila, Pusztai Kinga, Nagy Kriszti. Úgyhogy büszke vagyok ezekre a diákjaimra, akikből pedagógusok lettek, művészek lettek. Mondtál egy kronológiát, akikre büszke vagy. És te egész nyugdíjazásodig igazgatóhelyettes voltál. Igen. Úgy, hogy időközben igazgatók jöttek egymás után. Igen. Őket se felejtsük azért ki. Két igazgatót szolgáltam, igen, ki. És azt hiszem, nagyon jól megértettük egymást, főleg Sanyival, az az én Erlendi korosztályom, Sándora, mert szinte egyidősek vagyunk, a Forinttal jöttünk, akkor születtünk, bár a Sanyi, ő a Forinttal, én 2 hónappal előbb. De szóval nagyon sok koncertet, testvérvárosi kapcsolatokat építettünk ki Somorjával, Stokerauval, és minden évben hol Somorján, hol Stokerauban, hol nálunk voltak a tanári hangversenyek, de nem csak tanári, hanem a diákok is. Ez a hagyomány azóta is megvan. Ez a hagyomány azóta is megvan. És azóta is, amióta én nyugdíjba mentem, azóta is jártam vissza kisegíteni, tanítottam zongorát, tanítottam szolfést is. De most megmondom őszintén, igen, hogy most már nem vállalnám. Na erre nem. Még vissza fogunk térni azért, és erre kérek majd egy magyarázatot.
Ildi mondta, hogy a vasutasok már jól ismerték őket, aztán később téged is megismertek ugyanezen a vonalon, mert hogy nagyon sokáig Győrbe jártál. De tessék már nekem elárulni, hogy miért, bocsánat, provokatív a kérdés és nem véletlen, miért az óvári könyvtárigazgató lesz a megyei könyvtárigazgató? Engem már évekkel előtte agitáltak, hogy a lehetséges utód leszek a megyei könyvtár élén, tehát a káderfejlesztési tervben is benn voltam, de én nagyon jól éreztem magam Óváron, és nem akartam. Most 92-ben megörült a megyei könyvtár igazgatói állás, hárman megpályázták, egyik pályázós se tetszett a fenntartó megyei önkormányzatnak, még egy pályázatot írtak ki, megint pályáztak ketten, egyik se tetszett. Hát akkor megkerestek engem, hogy vállald el, Laci, mert ha harmadszor kiírjuk a pályázatot, akkor már szeretnénk a igazgatót, választhatnánk. Így aztán 93. februárjában fájó szívvel mentem el innen, megmondom őszintén, mert én azt képzeltem, hogy majd ilyen apóként innen fogok nyugdíjba menni. A kollégáimat, mind a testvéreimet úgy szerettem, és nagyon jó közösség volt itt, de az az igazság, hogy ez a hirtelen földuzzadt létszám, meg a rendszerváltozás utáni mozgás, meg minden nem tett jót a közösségnek. Lazultak a kötelékek, meg a felszín alatt már indulatok is voltak, és gondoltam, hogy ezt a 27 szép évet ezt nem kéne elrontani azzal, hogy most akarok itt igazgató lenni. Győrben meg pedig bevallom, hogy úgy mentem, mert úgy kellett mennem, hogy igazgató kell oda. A számítógépesítés előtt állt a könyvtár. Hagyományosan érdekellentétek voltak a könyvtárban, és tőlem várták, hogy azokat azért simítsuk el. Hát így lettem a 10 évig, kétszer választottak meg a megyei könyvtár igazgatójának. Végül egy évem lett volna még a hivatalos nyugdíjig, de mivel 5 évre akartak igazgatót választani, az utolsó évemet boldog beosztottként, tudományos munkatársként töltöttem. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy te annyira könyvtáros, bocsánat, vagy voltál. Egy igazgató, főleg egy megyei intézménynél azért egy fiskális feladat, nem? Nem hiányzott az, hogy nem az irodában vagy, hanem a könyvek között? De nagyon, nagyon hiányzott. Hát ugye a munkatervkészítés, költségvetés, a menedzselés, értekezletekre járás, azon kívül én mindig ugye ott vezető szakfelügyelő is voltam, könyvtári felügyelő, mellette tanítottam, a könyvtári lapokba írtam cikkeket, tanulmányokat is, de hát úgyhogy az ott létem második vagy harmadik évében, ha jól tudom, akkor azt föllázattam és mondtam a kolléganőknek, a kollégáknak, hogy most én is akarok csinálni valami könyvtárosi munkát, és akkor 7 vagy 8 periodikát, újságot meg folyóiratot, minden reggel abból kiírtam a megyei vonatkozásokat, amit gépre vittek. De azért mód nyílt arra, hogy néha egy-egy olvasóval is foglalkozzak, de igazából az a 10 év igazgatói munka, az arra olyan kemény időszakként emlékezem. Szóval nem voltak olyan jó sikerélményeim, mint itt, hogy olvasókat is tájékoztattam. Sőt, hát mivel én ugye gyerekkorom óta két dolgot szerettem nagyon, a gyerekeket, meg a könyveket, ezért a könyveket nagyon meg is tudtam jegyezni, úgyhogy néha a munkatársaim bejöttek, hogy Laci, nem tudsz róla, hogy van ez, és mondtam, hogy de a raktárban körülbelül a harmadik polcon fönn, a legfelső polcon jobbra, és bordó kötése van. Na most ezt azért Győrbe már nem igazán ment, mert ott 450 ezer dokumentum volt, nagy raktáraink voltak, és hát olyan dologhoz kellett odavernem a munkatársaimat, amitől magam is óckodtam, a számítógépesítéstől. De hát ilyen szelíd, meg keményebb rábeszéléssel ezt is megoldottuk. Hát a könyvtárban
olyan hatodik, hetedik évben, akkor már 50 számítógép volt. A munkatársaimat végre oda tudtam a gép elé ültetni. Hát csúnya dolog, de jutalmat, fizetésemelést nem kaphatott, aki nem barátkozott meg a számítógéppel. Úgyhogy a hatodik évben azt hiszem a helyettesem, meg két idősebb kolléganő, velem egykorúak odajöttek, és azt mondták, hogy ha megígéred, hogy fiatal munkatársat nem engedsz tanulni, akkor elmegyünk veled négyen a SZÜV tanfolyamra, úgyhogy én nekem ilyen európai titkárnői végzettségem is van. Eközben viszont soha nem unatkoztál. Itt az asztalon lévő is a bizonyíték. Köszönjük mostani utódaidnak, a könyvtárosoknak, hogy rendelkezésünkre bocsátották és kikeresték a műveidet. Nem volt könnyű dolguk, és nem volt nehéz dolguk, hiszen rengeteg-rengeteg kiadványnak szerzője, társszerzője és szerkesztője vagy. Mikor publikáltál először? Mikor került az első könyv a kezembe? 1967-ben. Ez miről szólt? Helytörténeti vonatkozású volt. A tanácsköztársaságról kellett összeállítani egy dokumentumgyűjteményt, megyei dokumentumgyűjteményt, és ebbe kerültem bele. Aztán 70-ben már ugye akkor a felszabadulás 25. évfordulója volt. Akkor egy könyv, mosonmagyaróvári könyvszerkesztéssel bíztak meg, ami hát dugába dőlt, mert nem volt elég hadrafogható munkatárs hozzá. De engem három dologról irogattam mindig. Igen. Az egyik kedvenc témám az a nyelvészet volt. Szerettem kibogarászni a stilisztikai, nyelvi, helyesírási hibákat, és akkor ilyen kis apró kis gonoszságokat írtam, meg persze azt is, hogy hogy kell ezt érteni, írni, alkalmazni. Azután a könyvtári szakma, tehát a könyvtárosba, a könyvtári figyelőbe írtam szakmai cikkeket, meg részt vettem országos munkákban is, ahol bevontak. De az igazi nagy szerelmem vagy hobbim az a helytörténet. Az is Moson megye, Moson-Magyaróvár és környéke története. Ha jól emlékszem, akkor 5 könyvet írtam egyedül, aztán talán 7-8-10 munkatársakkal. Igen. Itt van egy nagy, néhány nagy könyv, amit szerkesztettem is. Meg a minap néztem meg a széljárásból, írtam ki egy írásomat, ez volt az 564. cikkem, amit hát ilyen kisebb-nagyobb cikkeket, amiket ez alatt a 40 év alatt, 50 év alatt írtam. Termékeny szerző vagy. Sőt, most ugye visszamegyünk a gyökerekhez, mert ha minden igaz, akkor most is írsz egy könyvet. Most is írok egy könyvet, hát a Piarista év könyvben tavaly jelent meg az Akváról, a vízi közműről szóló könyvem, ezt felkérésre írtam. Aztán a Piarista iskola készít ugye az újraindulás 30. évfordulójára egy kötetet, abban egy történeti fejezetet írtam az iskola történetéről. Most pedig Fekete Erdőn dolgozom, hát a szülőfalom történetén. Szerencsére a levéltárból bejárhatok úgy, hogy a kutatószobában egyedül vagyok most ilyen karantén idején is. De hadd mondjam azt, hogy én nem szeretem, hogyha, vagy igazán én magamról sosem mondtam, hogy helytörténésznek neveznek, pedig általában azt szokták kiírni, meg úgy szoktak bemutatni. Nem, én könyvtáros vagyok, aki amatőr helytörténész, aki szeret ezzel foglalkozni. Hát nagyon gazdag az a város, és annak lakói, akinek ilyen amatőr helytörténésze van, ilyen termékeny és ilyen színvonalú. Büszke is vagyok rá, de én meg, hogy bocsánat, hogy közbeszólok, akkor ma hadd dicsekedjek el, hogy ezzel az egy kis szerény kis könyvvel a zeneiskola fennállásának 50. évfordulójára, amit akkor még aktívan helyettes voltam. Igen, én szerkesztettem, és én is a levéltárban jártam kutakodni, és hát ez nagyon büszke vagyok arra, hogy legalább egyet sikerült
És aki most föllapozza, az elcsodálkozik, hogy mennyire alapos. Nagyon-nagyon mert alapos. Mert ott végzettek hangszerrel, időről rendelt. És nagyon jó, például dr. Nagy Frigyes írt bele szenzációs dolgok, kis... Hát a saját történetét. Igen. Akkor aki itt tanított, Baross Gábor írt bele, akiket én felkértem, hogy írjanak, vagy kedves élményüket osszák meg, és főleg az, hogy a kezdetektől, hogy amikor még a méze, vagy a kezdődött, az nekem is újra át kell majd olvasnom, mert már elfelejtettem, hiszen rég volt, amikor ezt szerkesztettem, de büszke vagyok rá, hogy legalább egyet, hát eltörpül. Ajánlok hozzá egy jó könyvet, aztán majd kikérdezünk. Jó. Azt már tudjuk, hogy lányod szereti a zenét, de nem ezzel foglalkozik, a fiad Angliában van, és befutott tulajdonképpen. Igen. Laci, a te fiad, ha jól tudom, Pécsen van. Pécsen van, igen, mentés irányító. Mentőtiszt, ő mentőtiszt a végzettséget. Mentőtiszt, és most mentős irányító, hát imádja csinálni. Ő egyébként Pécsen az orvosi egyetemmel kezdte, de az a gyanúm, hogy sörözni meg a lányokkal, a randizni, jobban szeretett, és így aztán az anatómia áldozata lett, viszont semmiképp nem akarta otthagyni az egészségügyi pályát, úgyhogy műtősegéd volt meg. És mert aztán ott az egész család is diplomás ápolónak tanult, és végül mentőtisztit is elvégezte, és most mentés irányító, nagyon szereti, és ahogy látom, a kollégáival igen jó kapcsolatban van, pedig hát ez egy kemény pálya. Ott két fiú van egyébként, igen. Mind a kettő egyetemista most már, és mindegyik sportos. Hát már végzett, egy alapot végzett. Alapképzettsége megvan, ő úszó edző, a kicsi pedig ilyen szabadidős sport. Rekreációs sport. Némi szabadidőtök nektek is volt, mert a sors úgy hozta, hogy egymásra találtatok. Igen. Mikor történt ez? Hát, átmentél a zeneiskolába, vagy átmentél a könyvtárba, vagy hogy volt ez? Ez a két intézmény is nagyon jó viszonyban volt egymással. Csak a műfáz állt közétek. Igen. Mi már akkor, mikor hát férj és feleség lettünk, akkor már 20-25 éve ismertük egymást. Átjártak hozzánk kávézni. Nagyon jó kapcsolatban, mind a testvérek úgy kedveltük egymást, és végül a zene hozott össze bennünket. Az az igazság, hogy úgy szokták ezt mondani, hogy 25 évig voltam én házasságban, és a világért sem mondanám, nagyon jó volt, de elfáradt valahogy a kapcsolat, és mikor már kezdődnek mert az nem igaz, hogy az ellentétek vonzák egymást, eleinte igen, amíg tart a nagy szerelem, aztán jönnek a konfliktusok, elfáradt a kapcsolat, amiből hála Istennek úgy sikerült kilépni, hogy maradt a jó viszony. Tehát összejártunk a volt feleségemmel, meg a párjával. Együtt jártunk a gyerekekhez, sőt a karácsonyi vacsora az enyém volt, a Marianna férjével mindig átjött hozzánk karácsonyi vacsorára. Tehát, meg. Szóval mi végül is békességben nagyon jól megvoltunk. Mielőtt forogtak volna a kamerák, mondtál egy sztorit, kiadhatlak? Persze. A férjettől kérte meg a kezedet, a Laci? Így van. Ez így történt. Igen, hát mindenképpen illendőnek tartottam, hogy hát, ha így történt. Mint úriember. Ha így történt, akkor bejelentsem. És nehogy azt higgye a Dönci, hogy én csak elcsábítani akarom a feleségét. Komolyak a szándékai. De nálunk is úgy volt, hogy tényleg mi 19 évig éltünk együtt, de nálunk is a fásultság, meg már nálunk konfliktusok, meg veszekedések is voltak sajnos. És azt mondtuk, hogy még most, ha újra tudjuk indítani az életünket, akkor megéri, akkor van értelme. De azt, hogy maradunk és esetleg találkozgatunk vagy bujkálunk, azt semmiképpen nem akartuk. És így, most már tart mióta? 32 éve.
És nagyon boldog házasságban élünk 32 év óta. Meg kell mondanom, hogy én utálok legénynek lenni. Szóval én a legény életet, azt nem nekem találták ki. De az is összeköt bennünket, hogy nagyon az érdeklődési körünk, a minden, imádunk kirándulni, úszni, biciklizni, utazni, és imádjuk a Balatont. Hát az a kedvencünk, tudnilik én lánykoromban, még a szüleim, a Balaton-Almádiban volt a szüleimnek egy kis szerény nyaralója, és mi az egész nyarat ott töltöttünk. És én nekem a Balaton, a Riviera, és mikor a Lacival összekerültünk, hát muszáj nekünk a Balatonra lejárni, öcsémnek, mert közben azt elfelejtettem mondani, hogy egy öcsém is van, ő tévészerelő lett, és a Balatonon, Almádiban. Ja, hegedül, szintén zenész, de ő mindenbe belekóstolt, de aztán abba hagyott mindent, és tévészerelő a böcsületes szakmája, de hát már ő is nyugdíjas, és ő le is költözött, és ő Balaton-Almádiban lakik. És mindig meglátogatjuk, de nagyon jó barátaink vannak a Balatonfelvidéken, imádjuk Ábrahám-hegyet, és az unokákkal ott találkozunk, mert most így kettőnknek 6 unokája van. És néha elmegyünk, néha egyszer elmentünk Angliába, vettük a nagy fáradtságot, és röpülőre ültünk, de azt mondtuk, hogy több, ilyen öregeknek már nem vala a röpülő, hogy inkább a gyerekek jöjjenek, úgyhogy Andrásék minden évben jönnek a gyerekekkel, és hát... Én azt gondoltam, hogy amikor itt leülünk beszélgetni, milyen jól lesz hallgatni a régi dolgokat, de most annak örülök, hogy a mostanit is mennyire jó hallgatni. És nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és mindezt elmondtátok nekünk. Sokáig még legyetek ilyen boldogok. Köszönjük szépen. Köszönöm a figyelmüket, minden jót kívánok.